Anarchista csoport támadta meg a görög parlamentet és rongálta meg az aténi épület homlokzatát kedden délután. A Rovikónász csoport 15 kapucnis állarcos tagja elfutott a tétlen parlamenti őrség, el az ismeretlen katona sírja mellett, majd felrohant a lépcsősoron, egészen a turisták elől elzárt területre. Ott az anarchista fiatalok füst- és festékbombákkal dobálták meg a törvényhozás épületét. A támadás után menekülőben lévő fiatalokat őrizetbe vette a rendőrség. Az anarchista szervezet honlapján azt közölte, akciójuk határozott válasz arra a bírósági határozatra, hogy nem kaphat eltávozást a terrorcsoportként ismert november 17 forradalmi szervezet gyilkosság miatt elítélt és május 2-án a börtönben éhségsztrájkba kezdett tagja Dimitris Kufudinas.